Szeretettel köszöntök minden kedves szülőt, és titeket is, gyerekek. Egy nagyszerű alkalmon veszünk részt, amikor egy bibliai történetről beszélünk, ami érdekes, elgondolkoztató történet. A történet Sámuelről szól, és Éli főpapról. Éli főpap, aki ugye Síló városában volt főpap, a kis Sámuellel a templom ajtóba álltak. Már korán reggel ott álltak, és várták az embereket, hogy majd jönnek az emberek ide a templomba, hogy hoznak áldozatot, és a kor szokása szerint különböző áldozatokat mutattak be Istennek, akár hálából, akár bűnbánatból, de valahogy kifejezték az emberek, hogy Istennel szeretnének kapcsolatba kerülni. És örömmel várták az embereket, jöttek minden felől, voltak, akik bárányokat hoztak magukkal, hogy majd feláldozzák. Isten dicsőségére voltak, akik egyéb más állatokkal érkeztek, és mindenki szívében ott volt egy nagy vágy, hogy Istennel találkozzanak. Ezek az emberek hittek Istenben, és szívesen imádkoztak. Látjátok ezt a képet, amely azt ábrázolja, hogy Éli pap és a is Sámuel ott várja az embereket, és hogyan jelennek meg az emberek. Gondolkozzunk még ezen a képen, amit itt látunk. Éli pap rendszeresen a templomban, a sílói templomban imádkozott, és a kedves szülők úgy döntöttek, hogy már egész kiskorában Sámuelt egy pap mellé fogják tenni, Éli pap mellé, aki nevelni fogja jó dolgokra, és komoly tanítást kap, és hogy a gyerek ott nőtt föl Éli főpap mellett. Együtt imádkoztak, együtt olvasták a Bibliát, együtt reggeliztek, együtt ebédeltek, és sokat beszélgettek egymással, és imádkoztak is a templomban napról napra. A gyermek pedig növekedett, egyre nagyobb lett, és szeretett imádkozni. Jól érezte magát a templomban, nem volt a számára idegen ez a sílói templom, és úgy van az, tudjátok, hogy akinek a szívében van valamiféle hit, az örömmel imádkozik, az örömmel megy el a templomba, az örömmel keresi Istent, és jól érzi azoknak a társaságában, akik szintén hisznek Istenben. A templom, hogy arról is mondjak egy pár szót nektek, három fő részből állt. Az egyik volt a szentek szentje, majd erről még részletesebben beszélek. A másik a szentély, és a harmadik rész, ami ezelőtt az épület előtt állt, az az oltár volt. Az oltáron pedig különböző állatokat mutattak be, mint egy Istennek tetsző áldozatról. És most körülnézünk, gyertek velem, menjünk be a sílói templomba, és nézzünk körül, hogy mit látunk ott. Hát először is látunk egy nagy, hétkarú gyertyatartót. Szín aranyból formálták a mesterek, és nagyon szép volt. Állandóan ontotta a fényt magából, olaj
mécsese volt, és fényt sugárzott mindazokra, akik beléptek a templomba. Ez a világosság azt szolgálta, tudjátok, hogy az emberek valamit megláttak önmagukban, hogy a jót, meg a rosszat, hogy mit kellene másképpen csinálni, hogy hogyan kellene élni. A gyerekek meglátták azt, hogy mi a rossz a viselkedésükben, mert hogyha mi világosságra jutunk, hogyha egyre több világosság árad a lelkünkbe, akkor inkább mélyebben meglátjuk magunkat, hogy milyenek vagyunk. Aztán a templomban látunk még egy másik nagyon fontos tárgyat, egy kisebb oltár volt, ez az illatoltár volt. Ezen különböző ilyen fűszer növényekből készítettek füstölő szert, aminek különleges, nagyon kellemes illata volt. Te azt kérdezed, minek kell ez a füstölés? Hát tudod, arról van szó, hogy azért volt ez a füstölő oltár felállítva, mert a bűnnek szaga van. A hazugságnak szaga van. A lopásnak szaga van. És az irigykedésnek is szaga van. A durcáskodásnak is szaga van. És hogyha Isten megtisztítja a szívedet, akkor ez a rossz szag eltűnik. Eltűnik a bűnnek a szaga is, hogy egy olyan kellemes illat lesz az életedben. És ez milyen különös, hogy akkor az emberek szívesen lesznek a társaságodban. És látunk még egy harmadik tárgyat is ebben a templomban, ez pedig a szent kenyerek asztala volt. Volt egy asztal, amelyen kenyerek voltak elhelyezve, és ezzel Isten azt akarta üzenni, hogy neked és nekem Isten minden nap megadja a kenyeret, a húst, a tejet, mindent, ami szükséges nekünk. És azt kérdezed, hogy a minyont is, a tortát is megadja, meg egyéb dolgokat. Isten szeretetből megadja. Bíz benne, mert gondja van rád, és milyen jó, ha már kisgyerekkorodtól fogva tudod azt, hogy Istennek gondja van rád, és hogy mindig megadja azt, amire szükséged van. Nem tudom, te hogy éreznéd magad ebben a sílói templomban, ott járva a gyertyatartó mellett, ami világít, bevilágít a lelkedbe, hogy éreznéd magad ott az illatoltár előtt, vagy a szent kenyerek asztalánál? Olyan jó az, hogyha az ember Isten jelenlétébe jut, és öröme van abban, hogy Istennel lehet. A templomnak van egy másik része is, ezt úgy nevezik a szentek szentje. Ezt már említettem is, a szentek szentjét. Ebbe helyezték el a 10 parancsolatot. Hallottál már a 10 parancsolatról? A 10 igéről, amit Isten mondott Mózesnek és a népnek, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről, a szolgaság házából. És akkor ott fel van sorolva sok minden, ne lopj, ne hazudj, stb. És hogy egy arannyal bevont ládába volt elhelyezve
a 10 parancsolat, akkor még nem voltak füzetek meg tollak, hanem úgy a sziklából váltak ki lapokat, és arra vésték rá ezt a 10 parancsolatot, és elhelyezték a szövetség ládába, és ez szent volt, mert ahol az Úr beszéde van, és ahol az Úr igéje van, ott jelen van Isten. Ahol hirdetik Isten igéjét, ott jelen van Isten. És most is én, aki Isten igéjéről beszélek nektek, az Úr jelen van. Itt van. És figyel titeket, hogy érdekel-e benneteket az Úr szava. Akarjátok-e hallani az Úrnak az igéjét? A dolog úgy volt, hogy a két ember, akiről beszéltem, Éli főpap és a fiatal úr, Sámuel, a szentélybe aludtak. Ott, ahol a gyertyatartó volt, ahol illatáldozat volt, és ahol a szövetségláda volt a függény mögött. Sámuel ott kapott helyet, a szövetségláda mellett egy függöny választotta el őt a szövetségládától, Éli pap pedig távolabb aludt. Ez az Éli pap nagyon horkolt éjszaka. Úgy horkolt, mint ahogy egy borjú szokott horkolni. De hát Sámuel már gyerekkorától megszokta ezt a nagy horkolást, látta, hogy a papbácsi így alszik, aztán ő becsukta a szemét, és elaludt, ő nem horkolt. Látjátok a képen, hogy itt fekszik Éli főpap, Sámuel pedig ott a szövetségláda közelébe, és este van, már nem világít a gyertyatartó sem, mindenki pihen. Ahogy alszik, Sámuel felriadt. De nem a horkolásra riadt föl, mert már ezt megszokta, hogy a papbácsi nagyon erősen horkol, hogy még kihallatszik az udvarra is, olyan erősen horkol. Nem a horkolás riasztotta fel őt, hanem valamit hallott, szavakat hallott. Mint hogyha a nevét hallotta volna, mint hogyha valaki szólította volna, és azt gondolta, hogy biztos Éli pap akar neki valamit mondani, és akkor felugrott, és odament Éli paphoz, egy kicsit megrázta őt, hogy papbácsi, ébredj már föl, hívtál? És akkor Éli pap azt mondta, hogy na mi van, gyerek? Álmodtál valamit? Valami rosszat? Menjél, feküdjél csak vissza a helyedre. Furcsa, megdöbbentő, hogy a főpap elaltatja az ifjúságot. Hát igen, így van ez napjainkban is. Sámuel hallott ezt a hangot, és elaludt újra, lefeküdt. Hát nem olyan soká ez a hang felhangzott. Sámuel. Megszólította őt valaki. Hát úgy gondolta, hogy ő neki rohanni kell Éli paphoz, és biztosan, hogy rosszul van, vagy valami van, oda rohan hozzá. Éli pap bácsi, hívtál engem? És mondta Éli pap kedvetlen, hát menj, feküdj le, nem hívtalak én, nyugodj meg. És aztán lefeküdt újra a gyerek, és elaludt, könnyen elaludt, nem kellett neki altatót bevenni, ezután elaludt, és hajnal felé újra hallja ezt, hogy Sámuel. És akkor odament Éli paphoz harmadszor is, hogy megint hallom ezt a hangot, és azt mondta neki, hogy menj vissza is, ha hallod ezt a hangot, mondjad, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, hogy Isten szól Sámuelhez. És lefeküdt az ágyra,
És akkor újra Isten közeledett hozzá, hogy Sámuel szólította őt is. És ragyogó szemmel, örömmel azt mondta, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, önmagát szolgának érezte, Isten pedig úrnak érezte az ő személyes orának. És milyen nagy dolog volt ez, hogy Sámuel boldog volt, hogy Isten szóba állt vele, hogy ő találkozott vele, hogy őt szereti Isten. Elhatározta Sámuel, hogy amíg csak él, az utolsó leheletéig hisz Istenben, engedelmeskedik neki, és őt fogja szolgálni, mert csak vele boldog a szíve. Megtanulunk egy igét ebből a történetből. Könnyű lesz ez, ennek a megtanulás elsajátítása. Tulajdonképpen ez az aranymondás, amit Sámuel mondott Istennek. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel első könyve, 3. rész, ben találjátok meg ezt a mondatot, majd olvassátok el a Bibliából az egész történetet, és megtaláljátok a szüleitekkel együtt ezt az igét. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, mondjátok velem. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.